Köszöntök mindenkit, Hungarian Hub nézők! Oroszlán Szunya vagyok, és én most éppen karanténban ülök Philadelphiában a lakásomban. Itt, ahol van a New York, ettől egy picit délre itt vagyok. Valahol DC és New York között. Igen. Legszívesebben itt lennék, ahol mondjuk lovagolnék, mondjuk körülbelül Montanában, vagy Idahóban, vagy valahol itt. De most itt vagyok Philadelphiában, a lakásomban és a karanténben. Én is próbálok vigyázni magamra. Nem megyek nagyon sehova. Ha megyek, maszkban megyek, de lehetőleg nem megyek, azért próbálok sétálni, de most már itt a tavasz, úgyhogy minden ablak nyitva van. Akkor arra gondoltam, hogy beköszönök egy picit, illetve, hogy megosztok pár dolgot, hogy én miket csinálok a karanténban, amellett, hogy nagyon jókat főzögetek, meg edzem minden nap, megpróbálok, mert azért a testmozgás az endorfint szabadít fel, és attól az ember jól érzi magát. Próbálok sétálni, amennyire az idő, a szép idő engedi, de most már egyre jobban itt a tavasz. Beszélgetek barátokkal, mindenféle videó szobákban. És nagyon nagy mázlim van, mert én tudok dolgozni. Most jelenleg a két egyetemen, a Jefferson és a University of Pennsylvania két orvosi egyetemen dolgozom az oktatási részlegen, ahol tanulókat segítek többek között vizsgáztatni és tréningezni. És én, mint színész, ugye mit keresek ott? Színészeket vesznek föl, hogy mindenféle szimulációs helyzetgyakorlatokat csináljunk a diákokkal. Körülbelül egy ilyen föl van, ha most a Centerben lennénk, amire van egy külön épület egyébként, és akkor ott orvosi szobák be vannak rendezve, és akkor olyan, mintha egy ilyen orvos-beteg vizitet kell szimulálni, ez egyébként normálisan be van kamerázva, meg mikrofonozva, és akkor fölveszik a fakultációnak, ők kielemzik a teljesítményét a diákoknak. Az én dolgom pedig az, hogy tulajdonképpen az ő interkommunikációs készségeiket elemezzem ki, ki kell töltenem utána róluk egy kérdőívet, 20-30 kérdés, illetve visszajönnek egy feedbackre, ahol elmondom, hogy mondjuk mik az erősségük, mi javíthatnának. Ennek az a lényege, hogy a jövő orvosait felkészítsék arra, hogy ne csak a tudásuk legyen meg, mint orvos, hanem azért legyen, tudjanak jól kommunikálni a betegekkel, az is az egyik legfontosabb dolog, ugye, hogy a két ember közti legrövidebb út a mosoly. Na, de, ja igen, és akkor ezt akartam ezzel mondani, hogy én szerencsére tudok dolgozni itthonról, mert meg tudták oldani online ezt az egészet, úgyhogy a napjaim úgy telnek, hogy dolgozom, edzegetek, eszegetek finomakat, egészségeseket, barátokkal beszélek. Én nézek egy csomó mindent a Netflixen, sorozatokat, meg magyar filmeket most lehet nézni. Vannak weboldalak a videán is, például rengeteg régi magyar filmet lehet visszanézni. Most az 5. pecsétet néztem legutóbb, most meg éppen a régi gyerekkori kedvencemet, a Szeressétek Odor Emiliát kezdtem el nézni, félúton vagyok. Ez egy csodálatos magyar film, de hát rengeteg ilyen van, főleg ezek a történelmi kosztümöseket most így nagyon nagy szeretettel nézegetem. Aztán olvasok. Hol raktam azt a két könyvet, amit meg akartam mutatni? Olvasok egy Milán Kunderát, és az anyukám volt annyira jó fej, hogy az otthon lévő, Magyarországon lévő Kunderákat feladta nekem postán, úgyhogy várom, nagyon-nagyon szeretem a Kunderát. És tudom, megkeresem, hogy hol az a könyv. Ezt meg akartam mutatni, mert ez annyira érdekes, ja, ide raktam, mert azt hittem, hogy máshol készítem a videót. De ezt megmutatom, mert van egy ilyen könyvem, hogy Daily Rituals és How Artists Work. És ennek az a lényege, hogy ezek rövid egy-két oldalas leírások arról, hogy különböző művészek hogyan alkottak, de most felolvasom, mit tudom én, de Ernest Hemingway, Fitzgerald, akkor van Tolstoy, Tchaikovsky, Truman Capote, Liszt Ferenc, George Sand, Murakami, Franz Kafka, Stravinsky, Rostakovics, zeneszerzők, festők, itt van Matisse, Mozart, Beethoven, Voltaire, politikus, csomó mindenki, tényleg politikus kevésbé, de mindegy, Pablo Picasso,
nagyon-nagyon érdekes, és akkor Vincent van Gogh, itt van modernebbek, Stephen King, és le van írva, hogy mondjuk ők hogyan alkotnak, hogy telik egy napjuk. Például Stephen King soha, nincs olyan nap, hogy ne írna legalább 1000 vagy 2000 karaktert. Még a születésnapján is, meg ünnepnapokon is ír. Akkor mindenki nagyon érdekes, és hiszem a Kapod volt, aki fekve ír. Nem vagyok benne biztos, de valaki például fekve ír az írógépén, cigarettázza közben, és csak fekve tud, mert mintha aludna, és az lenne egy ilyen álomszerű dolog. De mindegy, el kell, ja igen, ő az, Truman Capote, azt mondja, horizontal author vagyok, tehát igen. Na, ez egy nagyon érdekes könyv, ezt ajánlom, mert ez csak annyi, hogy az ember minden nap így egy kicsit belenéz, és valahol fölcsapja, most fölcsaptam, és pont a Capote megint, de most beakadt ez itt a könyvnek. Mindegy. Viszont amit még megmutatok, hogy én nagy puzzle-os vagyok, és ezeket meg lehet rendelni egyébként mindenhonnan. Ezt raktam össze legutóbb, ez egy könyvtárszoba, mert nekem egyszer lesz egy könyvtárszobám. Ezt raktam össze. Akkor volt egy ilyen Charles Wisotki festőnek a puzzle-ja. Ez jó nehéz volt, azért itt mindenféle ilyen nehéz dolgok vannak, a Fehérház, vagy nem tudom. De hát az embernek, hogyha van türelme, nekem van, akkor... Na ez is nagyon jó, hát ehhez is kell egy kis türelem, ezt is megmutatom. Ez is egy baromi jó 1000 részes puzzle. És akkor ez lesz a következő egyébként. Egy jó kis Brooklyn Bridge hóesésben, ez se lesz egyszerű egyébként. Sajnos megcsináltam 3-at már. Egy ilyen 2-3 nap alatt össze lehet rakni egy puzzle-t szerintem az ember. Én nem bírom abba hagyni, tehát nekem egyszerűen össze kell rakni. Szóval így vagyok én, háttérben Budapest, természetesen. És majd meglátjuk, hogy mikor lehet hazamenni Magyarországra legközelebb, mert azért hiányzik a családom, meg az állataim, meg a barátaim, meg egy kis Magyarország, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, és tényleg megpróbáljunk meg otthon maradni, próbáljunk nagyon fegyelmezetten viselkedni, és akkor remélhetőleg minél hamarabb kiszabadulunk ebből. Jó? Mindenkinek minden jót, vigyázzunk magunkra! Szép napot!